Eredményekben gazdag, rendkívül dolgos év van mögöttünk. Így összegezte a 2014-es esztendőt a Nógrád megyei katasztrófa védelmi igazgatóság vezetője február 4-én, az állomány évértékelő értekezlete utáni sajtótájékoztatóján. 2014-es évben 1111 darab műveletet hajtottunk végre, és ami fontos, ebből a műveletből 1110 darabot egy gépjármű fecskendővel, szaknyelven fogalmazva, egyes kategóriás tűzesetként hajtottunk végre, és összesen egyetlen egy darab volt kettes kategóriás tűzeset Nógrád megyében. A szakmai részét tekintve a műveleteket 1-től 5-ig osztályozzuk egyébként, a megyébe 2014-ben 3-as, 4-es, 5-ös kiemelt műveletet nem hajtottunk végre. Az igazgató hangsúlyozta, az ős program jelentősen növelte a munkahatékonyságát, a szervezet gazdálkodásával kapcsolatban pedig kiemelte, a 2014-es esztendőt tartozás nélkül zárta az igazgatóság. A sajtótájékoztatón Berec György ismertette az idei esztendő legfontosabb feladatait is. 2015-ös feladat meghatározásaim között egyik legfontosabb része volt, hogy a fiatal tiszt és tiszthelyettesi állományt felkészíteni, oktatni és felügyelet alatt tartani, képezni őket. Kiemelt feladatunk lesz 2015-ben, hogy mind az önkéntes egyesületek, önkéntes mentőszervezetek, vagy a megyei rendeltetési mentőszervezetek, mind az OKFS, mind pedig a más uniós pályázati rendszerekben hatékonyan meg tudjanak jelenni. Valamint kiemelt feladatunk, hogy 2015-ben a tevékenységirányítási központba való költözés, a Bátonyi Katasztrófa Védelmi Őrs, amelyet már többször mondtam, hogy 2015 november 1-jével fogja megkezdeni a működését, és ezzel egy óriási lépcsőt fogunk lezárni, mert ezzel a utolsó szervezeti egységgel, katasztrófavédelmi őrssel, valamint azzal a tervünkkel, hogy 2015-ben még két egyes kategóriás önállóan beavatkozó egyesületet hozunk létre, Nógrád megyében nem lesz olyan pont, amit 15 percen túlérnénk el a mentőszervezetek. Ez egy óriási előrelépés. Egy pici múlt, hogy honnét indultunk. 2012 előtt volt olyan település Nógrád megyébe, amely 40. percen túlkapott mentő-tűzvédelmi segítséget. Ott nem lehet közbiztonsági feladatokat ellátni. Ott nem. Örömmel jelenthetem, hogy 2015-ben minden adott ahhoz, hogy sikerre vigyük a meghatározott feladatokat, és erre az igazgatóság teljes személyi állománya elhivatott. A főigazgatóság, a Nógrád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 2014 évi tevékenységét normatív értelemben megfeleltre értékeli, amit azért hangsúlyozunk normatív, mert itt csak két lehetőség van, megfelelt vagy nem megfelelt, tehát minden tekintetben megfelelt. Ezt már dr. Tóth Ferenc, országos polgári védelmi főfelügyelő mondta, a megyei igazgatóság munkáját értékelve. Bár Nógrád megye az ország egyik legkisebb megyéje, de ugyanolyan fontos, mint bármelyik más, és ezt a itteni igazgatóság munkatársai tökéletesen megértették. Az értékelésen kitértünk arra, hogy fontos ezzel foglalkoznunk, hogy néhány földrengés, mint a Szaporában következne be a megyébe. Mi az országos szinten kikértük a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóintézetének és a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Intézetnek a véleményét, akik egyfajta megnyugtató választ adtak. Tehát nem számítunk arra, hogy ezek a 4-es fokozatú földrengések elvezetnek egy még nagyobbhoz, tehát továbbra is biztonságban van Nógrád megye teljes lakossága. A polgári védelmi főfelügyelő kiemelte az önkéntes szervezetek szerepét a lakosság védelmében, hiszen, ahogyan fogalmazott, a baj órájában lehet rájuk számítani. Látványos eszköz és járműbemutatóval készült a katasztrófavédelem két együttműködő partnere az igazgatóság évértékelő eseményére. A Karancs Speciális Mentőszolgálat, Polgárőr és Tűzoltó Egyesület, valamint a Cserhát Mentőkutyás Egyesület számolhatott be eredményeiről, a kutatási és mentési feladatokban vállalt szerepéről. A megyei katasztrófavédelem munkáját egyébként összesen 18 önkéntes egyesület segíti.